Ferencváros, tehát 2007-ig kell visszamenni. Az elmúlt 7 évben a Győr zsinórban nyerte a bajnoki aranyakat, a legutóbbi 3 fináléban mindig megverte a Fradit, az Audi Eto KC. Most viszont a Ferencváros érkezik előnnyel Győrbe, itt éppen a fradistákat láthattuk bemutatni, és ami érdekesség, és sok szó esett erről, hogy vajon milyen lesz a nézőközönség, hát jelentem igencsak foghias az Audi arénának a lelátója. Érkezett egy marokkín ferencvárosi szurkolótábor, és vannak ugyan győriek, de nincsen teltház, messze nincsen teltház, azért ez azt gondolom, hogy meglepő. És akkor most egyesével érkeznek a főszereplők, mármint győri oldalról, eddig a ferencvárosiakat mutatták be. Jönnek tehát egyesével azok a lányok, akik szeretnék, hogyha szombaton lenne még egy mérkőzés, mert hogyha ma nyer a Győr, akkor szombaton játsszák a mindent eldöntő találkozót ugyanitt Győrben. De nagyon sok teória látott napvilágot, hogy hogyan és mint, hogy tud-e Szucsánszky még egyszer úgy játszani, mint tette azt a Népligetben. Zárójelben ugye a 31 dobott gólból Szucsánszky dobott 14-et, Pena pedig 9-et, tehát ők ketten 23-at vállaltak a 31-ből. Szóval tud-e még egyszer így játszani? Akik azt mondják, a győriek elsősorban, hogy így még egyszer ilyen Európa klasszis szinten nem lehet játszani, azoknak meg ugye azt szokták mondani, hogy igen, lehet, hogy Szucsánszky nem tud még egyszer így játszani, de akkor nézzük Tomorit, aki a csapatnak a másik legjobb játékosa. Tomori mindössze egyetlen egy gól dobott az első találkozón. Aztán ugye azt is mondják, hogy Lőke és Lunde sem fog még egyszer középszerűen játszani, és akkor ez most az a teória, hogy esetleg a győriek fognak ma nyerni, mert hogy még egyszer nekik is biztos, hogy nem fog olyan rosszul kijönni a lépés. Szóval lehet itt sok mindent mondani, hogy így meg úgy, meg ez a játékos mit fog majd játszani, ez biztos, hogy nagyon érdekessé teszi majd az egész találkozót, de én azt gondolom, hogy elsősorban a védekezés lesz majd az az alap, amelyik meghatározza ennek a mérkőzésnek a kimenetelét. De maga a vendégek vezetőedzője Jele Gábor azt mondta, sőt, bevallottan ugye ő is azt mondta, hogy Zizi, az a Szucsánszky Zita nem fogja tudni ugyanazt a remek teljesítményt megismételni. De nem csak ő, hanem Penya is nagyon rendben volt, és a többieknek kell egy picivel többet hozzátenni. A mérkőzés játékvezetői Andorka Miklós és Hukker Róbert, és a magyar himnusz következik. Hát valóban lehet visszamenni az időben, hogy 18 és fél éve nyert legutóbb Győrben a Ferencváros női kézilabda csapata, és most ez a keret próbálja meg fölvenni a versenyt a győriekkel. És sok-sok rutinos, válogatott szinten jó játékos a Ferencváros keretében, és sok-sok rutinos, válogatott európai szinten is nagy játékos a győriek keretében. Egyébként Ambros Martin, ugye hallhattuk, hogy mit mondott a mérkőzést megelőzően. Annyit még, hogy a két együttes ebben az idényben négyszer találkozott egymással.
A bajnokság alapszakaszában a Győr otthon 31-26-ra diadalmaskodott, a Népligeti meccsen már tét nélkül a Fradi győzött 24-21-re. A Magyar Kupa győri döntőjében 29-23 volt az Etónak, és következett ugye a múlt csütörtöki Népligeti felvonás ferencvárosi sikerrel. De mind a két gárdának 11-11 bajnoki aranyérme van, így amelyikük megnyeri a finálét az örök rangsorban, immár egyedüliként lesz második a 15 bajnoki címmel büszkélkedő Vasas mögött, és a Győr sorozatban 8-szor lehet bajnok, ha és amennyiben két meccset nyer. De azért ez borzasztó kemény dolog lesz, meglátjuk. Minden esetre óriási a várakozás a szurkolók oldaláról is, és a szakma oldaláról is. Egyébként megnéztem, hogy az a bizonyos 2007-es ferencvárosi bajnok csapat, amelyik utoljára tudott nyerni, hát abból azért ketten itt vannak, Szamoránszky Piroska és Szucsánszky Zita, a többiek már nincsenek, de ugye ez a Kirchner Erika féle, Német Helga, Kirchner Erika féle, Zácsik Szandra féle csapat volt Német Andrással a kispadon. Hát nem ma volt az sem, de hát valóban elképesztő a Győrnek a menetelése az elmúlt 7 évben. Mindegy, hogy kikerült az útjukba, mindenkit megvertek a bajnoki döntőben. És mondom, legutóbb, a legutóbbi 3 fináléban mindig a Ferencváros volt a szenvedő alanya a győriek bajnoki címének. A kérdés az is, hogy a Ferencvárosban ki kezd a kapuban, Tomasevics, aki kiválóan védett, vagy pedig Szikora Melinda. Itt Herror Soját látjuk. Egy pillanatra ő tehát megy a győriek kapujába, és úgy látom, hogy Tomasevics lesz az, aki a Fradinál kezdi a védést. A győrieknél ott van Mészáros, ott van a Ferencváros, akkor inkább talán velük kezdhetnénk. Ugye Szucsánszky Zita természetesen ott van bent a pályán, Kovacsics Mónika bent védekezésben. Hát meglátjuk majd, hogy hogyan alakul ez a bajnoki finálé. Zöldben a győriek, ők fogják kezdeni a mérkőzést. Heidi Lőke kezében volt a labda, és fehérben pedig a Ferencváros. Jön a Pacsi, Tomori is lepacsizott természetesen Lőkével. Ugye Tomoriról tudni kell, hogy ő a következő szezonban már a győriek játékosa lesz. Aguilar, Szeny, Kovacsics, le a szélre, és az első védése megvan Tomasevicsnek. Jöhet a Ferencváros, Szucsánszky kezében a labda, Mészárosra visszatesi Szucsánszkynak, jó a bejátszás, és az első gól megvan a bajnoki döntő második mérkőzésén, Szamoránszky a gólszerző. Egy nagyon szépen kijátszott támadás volt, Szucsánszky jól húzta magára az embereket, és a jól bevált út volt a labda útja, Szamoránszky kapta beállóba, és ő fejezte be az akciót. Azért akárhogy is van, de a Győrnek óriási teher van a vállán, hiszen nem hibázhatnak. Megvan a szépítő gól, Anna Szeny. Tomori, az ő teljesítménye följavul, ebben bíznak a fradisták, akkor nagyon-nagyon szoros lehet ez a mérkőzés. Tomori, Szucsánszky le a szélre, ott nem sikerül vele följönni, Vérten inkább visszapasszol. Pena, ő sem jut lövő helyzethez. Tomori, beakad a labdája a bal alsóba. 2-1 a Ferencvárosnak. Aguilar lepasszolja Kovacsicsnak, aki pedig eladja a labdát. Mészáros Rea volt, aki rávetődött. Szucsánszky észreveszi, hogy megy a bal szél Vérten, és egy nagy védés, ott van a kipattanó. És a Győr jöhet, hiába próbált Kovacsics Mónika rávetődni a labdára. Kimaradt tehát az indítás, a gyors indítás. Marad a 2-1-es ferencvárosi vezetés. Szepesi ívet lenne a bal szélen. Szenny a bal átlövő. Lőke a beálló.
most a győrieknél. Szenny tovább. Egy sárgalapos figyelmeztetés Kovacsics Mónikának. Szenny. Szabad dobást kap a Győr. Egészen pontosan Lőke. Lőke az első meccsen 3 gólt szerzett, nem igazán játszott csúcsformában. A győriek abban bíznak, hogyha ő elkapja a fonalat, akkor könnyebben nyerhető ez a hazai meccs. Aguilar le a szélre, ott nem volt elég hely. Egy szép blokkot láthattunk, elnézést kért Kovacsics a többiektől. Nem tudott gyors indítást csinálni a Fradi, Tomori viszi tovább. És jöhet a Győr. Aguilar. Jogos a szabad. Kovacsics. Szenny. Szepesitől visszajön a labda a Kovacsics, és egy óriási kapufás gólt lő. Hát ennél jobban nem centizhette volna ki, az biztos. Ez a második gólja. Szamoránszki kapott közben egy sárgalapos figyelmeztetést. Tomori talpról ellövi, ott a kipattanó. Ez meg már nincsen bent. Picit fásult volt ez a Tomori félelövés. Itt a cicsar a másik oldalon, és kapufa. Ez meg kimarad, Bognár Bódi Bernadett. Azért az látszódik, hogy mind a két csapat elég idegesen játszik. Ezeket illik belőni ilyen szinten. Főleg egy bajnoki döntőben, ahol nüanszokon múlhatnak a dolgok. Tomori. Vérten lépett föl, Szucsánszkival megbeszéltek valamit. Pena. Be a rövidre. Viszonylag könnyedén tudott bemenni a falba. Itt lehet látni, és hát Herr nem zárta jól a rövid sarkot. Ez egy picit azért a győriek kapusának gólja volt. Kovacsics mutatja a többieknek, hogy picit jobban föl kell pörgetni a játékot. Egyelőre azonban elég statikusak a győriek. Csinálják fönt a kereszteket, ezzel nagyon nem fogják megzavarni a Fradinak a falát. Majdnem megszerezte Kovacsics a labdát. Kovacsics. Szepesi. Fönn van a játékvezető keze, el kell lőni a labdát megint bele a blokkba. Anna Szenny. És nincs nagyon idő, ott viszont figyelni kell belül, visszarendeli a játékvezető a szabad dobást. Új, mekkora gólt lőtt Anna Szenny. Csak nézte Tomasevics is, hogy hova megy a labda. Pena, Szucsánszki és Tomori a labda útja. Szucsánszkira látható, hogy külön figyelnek. Amint a szaggatott vonal közelébe ér, kilépnek rá és próbálják megtámasztani. Szabad dobást kap. Szép játék, Szamoránszki gól! Elaludtak most a győriek. És erre mondom én azt, hogy ennél azért egy picit jobban ki kell éleznie magát az embernek egy fináléban, hogy ilyen apróságoknál ne múlhassanak ennyire könnyen kapott gólok. 4-3 a Ferencvárosnak. Az első meccsen a szünetben 16-12-re vezetett a Fradi.
Lőke, elfut keresztbe, Kovacsics. Aguilar, Szeny, visszateszi Aguilarnak a labdát, le a szélre, Szepesi, és egy óriási Tomasevics párga. Marad a ferencvárosi vezetés. Ó, Ambros Martin üvölt a többiekkel. A Fradi most már felállt védelem ellen játszik, és ez azt jelenti, hogy gyorsan Mészáros le is jön, és jön vissza támadásban Nerea Pena. És jön vissza védekezésben Milanovic a győrieknél. Szucsánszki. Vérten fut keresztbe. Tomori, Szucsánszki. Szabad dobásot Bent Szamoránszkinak. Lőke mosolygott. Ő akadt össze ugyanis Szamoránszkival bent. Pena. Tomori. De beakadt a rövidre. Valahol ott Herr lába alatt ment el a labda. Nem véletlenül bosszús. Talán innen jobban fogjuk látni. Igen, a jobb lábfeje mellett pattant le a labda. Megint a rövidre. Ez most már a második olyan gól, ami a rövidre megy. Szen. Kovacsics. Szepesi kint a szélen. Szép. Kapaszkodik a Győr, 5-4. De rövidre várta ezt, azt gondolta Tomasevics, hogy visszahúzza a rövidre Szepesi. De nem így történt. Tomori. Vérten megint elmegy, Szucsánszki, megcsinálják neki a helyet, Szucsánszkit a földre lökik, sárgalapos figyelmeztetés. Milanovic, Veszna Milanovic. Hát az látszik, hogy Szucsánszkit ütik, vágják. Talán úgy van vele a Győr, hogyha Szucsánszkit ki tudják venni a játékból keménységgel, akkor az a Ferencváros vesztét jelentheti ezen a meccsen. És mindent meg is tesznek. Egy apró technikai hiba és egy gyors indítás közben a Ferencvárosnál. Ott a gól. Kovacsics Mónika. 10 perc játék után folyamatosan vezet a Ferencváros. 6-4. A Ferencváros szurkoló táborát lehet hallani. És hangosabbak egyébként, mint a győriek, ahol mondom, hát itt legalább 100-150 szék maradt üresen, messze nincsen telt ház, de lehet, hogy 200 vagy akár még több szék is. Közben egy újabb védés, nem tud közelebb zárkózni a győri Audietó. Szucsánszki, már azonnal fogják, Szucsánszki. Nem lett volna rossz elképzelés Szamoránszkinak bepattintani a labdát. Szucsánszki jól védekezik, és megszerzi a labdát Tomori. Szucsánszki már az ígyszerrel bedobja. 7-4, miközben Anna Szeny lent marad a földön. A Tomorival történt ütközés következtében. Hát nem úgy indul ez a mérkőzés a Győrnek, ahogy várták. Itt van az ütközés, itt kapja fel a labdát Szucsánszki. Ez aztán csak be kellett vele sétálnia. Fagyasztani kell a térdét, a belső keresztszalag részét Anna Szennynek. Közben Elek Gábor a Ferencváros kispadja előtt bíztatja a lányokat a védekezésben. Pontosan tudja, hogy nagyon-nagyon messze még a vége. Itt van Elek Gábor. Időkérés. Időkérés, a győriek kérnek időt. Nyilván ez a három gólos Fradi előny, ez nem az, amire számítottak. Don't count like now, don't count.
come to match to the country. In attack, let's play also heavy in the middle and change the position, missing one by one against the second here. And good decision with the pivot or with Anna or Kagi in the middle and good continuation. Full of confidence, okay? Gyakorlatilag nincsen védekezés a győrieknek. Ezen próbálnak majd változtatni. A támadással még nem is lenne baj. Bár egyébként ennyi idő alatt dobott 4 gól az nem számít túl soknak, de igazából olyan könnyű leindításos gólokat kapnak. Tomasevics megy vissza a kapuba, remekül védett az első mérkőzésen a Népligetben. Szepesi vissza a labdát. Boszkó Hornyák is bent most már a győrieknél. Kovacsics, Boszkó. Visszateszi ide a bal átlövőbe Szepesi. Hasba lőtte Tomasevicset, gyorsan megnézik, itt lehetne indítani senkit. Tomori. Lerántják őt. Sárga lapot kap a győri játékos. Szepes ívet. Csánszki, megjáratják fönt a labdát. Szamoránszki, és bemegy valahogy a labda. Pedig mind amerre fordultott, egy győri védő állt, majd lehet látni a lassításban. Igen, hogy mind a ketten belül védekeztek. Nem volt egy túl erős lövés, de utat talált a kapuba. Hát kérném tisztelettel, 8-4 a Ferencvárosnak. Ez ám a Fradi kezdés. Hornyák. Tomasevics megint véd egyet. Egyelőre leragadt a Győr 4 gólnál. Ami azért 12 és fél perc alatt most már kimondható, hogy kevés egy bajnoki döntőben egy olyan csapattól, amelyik nyerni akar, mert nincs más lehetősége. Pena. Szucsánszki. Följebb tolja most a védekezését a Győr. Tomori, így viszont meg lehet őket verni, egy az egyben 7 méteres. Ugye a kiváló egyéni játékosok, mint Szucsánszki vagy Tomori, így egy az egyben lerázzák magukról az embert, és csak szabálytalanságárán lehet őket megállítani. Nere a Pena kezében a labda. 5 gól lehet a Fradi előnye, ha bedobja. És bedobja! 9-4. Na nézzük, hogy a győriek tovább tudnak-e lépni a holtponton, ez nagyon fontos lehet. Általában a Győrre szokták azt mondani, hogy mindig kivárják, amíg az ellenfél holtpontra kerül, itt közben egy lőkegól, és ott akkor megnyomják a meccset. Hát most a Győr volt holtponton. Tomori. Szamoránszki fut keresztbe, Tomori megint, Pena. Tomori próbálja közelebb vinni a falhoz, szabad dobás. Szucsánszki egyelőre érzi, hogy ő nem vállalkozik a szaggatottról, mert nagyon levédik. Pena gól! Ez egy nagyon fontos és nagyon okos gól volt egyébként, úgyhogy megint közte 5. Abban a pillanatban, hogy lelépnek róla, Boczko Hornyák volt az, aki visszalépett, abban a pillanatban könyörtelenül ellőtte Pena. Kovacsics. Most korsós a bal szélső a győrieknél. Kovacsics. Aguilar.
Nem nagyon van meg a rés, jól védekezik a Ferencváros, Lőke került a földre. A játékvezető figyelmezteti mindkét játékos, Lőkét is, és Szucsánszkit is. Kovacsics. Korsós. Az első meccsen a győrieknél jobban megoszlott a gólok sorsa. Ugye Bognár Bódi 4-et lőtt, Lőke 3-at, Szén 9-et, Kovacsics 7-et, Aguilar 3-at, Korsós 3-at, Hornyák 2-t. Még ugye a Ferencvárosnál volt róla szó, hogy a Szucsánszki Pena 2-s 23-at lőtt a 31-ből. És hogyha ehhez hozzáveszik Szamoránszki 4 gólját, akkor a 31-ből 27-et 3 játékos lőtt a Fradiban. Pena elveszik tőle a labdát. Szeny. Lőke tovább. Túl vagyunk az első félidő felén. Egyelőre magabiztos ferencvárosi vezetés. Jön Knedlikova a pályára, jobb szélre a győrieknél. Ambros Martin folyamatosan próbál cserélni és megtalálni azt az ideális összetételű csapatot, amelyik nem így játszik. Ez viszont egy szép egyéni teljesítmény volt Aguilártól. Szucsánszki. Szamoránszki elkocog keresztbe. Pena. Szamoránszki, gól! Ezt nagyon hatékonyan játssza a Ferencváros, és egyelőre nem tudnak ezzel mit kezdeni a győri védők. Ja, vagy Szucsánszki, vagy Tomori, vagy éppen most Pena közelebb jön, kiváltanak rá, és már azonnal beadják a beállónak. Kapus cserél a győr, Herrorsolya leül, és Katrine Lunde jön majd be a kapuba. Már bent is van, jelentem, csak még pont a másik felét látjuk a pályának. Íme itt van Lunde. És azt azért hozzáteszem, hogy annyiban igaza van Ambros Martinnak, hogy egy ilyen kiélezett meccsen, ahol nem lehet hibázni hazai pályán, egy ilyen Ferencváros ellen közben egy sárgalapos figyelmeztetés, Somorinak kell az extra kapus teljesítmény. Itt a ferencvárosi szurkolótábor. Kovacsics. Aguilar vissza. Talpról szépen lőtt el Hornyák. Nincsen pánik a Ferencvárosnál, nem rohannak. Az látszik, hogy a védekezése sokkal jobban odafigyel a győr, hogy ezeket a könnyű, gyorsindításos gólokat ne tudja megdobni a Ferencváros. Tomori le a szélre, vérten. Kiütötték a kezéből a labdát, de nem szabálytalanul mutatja a játékvezető. Itt a lehetőség a győrnek, hogy közelebb jöjjön. Korsós, bevágja. Élnek is a lehetőséggel, már csak 3 a különbség. Most a Fradinak kéne egy megnyugtató gól. Most úgy érzem, egy picit ők vannak hullámvölgyben. Tomori, bele Lundéba. Még tovább zárkózhat a győr. Ugye volt 5 gól is már a különbség, most 2 lehet. És azért az jelentős fegyvertény lenne az Etót a győriektől, hogyha az 5 gólról följönnének 2-re. És természetszerűleg némi kritika a Ferencvárosnak az elmúlt percek játékára nézve.
Seng. Aguilar nem tudott tovább menni. 2 perces kiállítás. Kovacsic Mónika. Emberelőnybe kerül a Győr. Ennél jobbkor ez nem is jöhetett volna nekik. A mérkőzés első emberelőnyös helyzete. Jön Lukács a védekezésbe a Ferencvárosba. Na nézzük, hogy mit kezd a Győr az emberelőnnyel. Kovacsics. Kapufás gól. 10 perccel az első félidő vége előtt följön 2 gólra a Győr. Ez most már, ha jól számoltam, vagy a harmadik, vagy a negyedik kapufás gól volt. Azt hiszem a harmadik. Nagyon ki vannak centízve ezek a lövések. Pena. Tomori. Bérten. Ez lassan passzív lesz, fönt van a játékvezető keze, szabad dobást kap a Ferencváros, de ezt előbb-utóbb el kell majd lőni valakinek. Tomori, oly, de bevágta! Talán ez a gól meghozza az önbizalmát Tomorinak, pont föl a vinklibe. Nagyon nagy gól volt. Ez a harmadik gólja, hogyha hozzáveszem, ugye, hogy az első meccsen mindössze egyet lőtt, akkor már messze túlszárnyalta az akkori teljesítményét. Viszont van még mindig fél perce a Győrnek emberelőnyben, és ugye ne felejtsük el, hogy külön fegyvertény, hogy ember hátrányból dobott gólt a Ferencváros, és most megint egy kiállítás, Lukácsot küldik ki. Ez azt jelenti, hogy 28 másodpercig 2-es emberelőnyben lesz a Győr. És ráadásul egy 7 méteres, amit Kovacsics Anikó fog dobni. Kapufa! Ez a lehető legjobbkor jött a Ferencvárosnak, hiszen most egy darabig elhúzzák az időt, ugye 18 másodperc múlva legalább az egyik emberük visszajöhet majd. Még 10 másodperc és kiegészület egy emberrel a Ferencváros, jön majd vissza a pályára Kovacsics Mónika, Pena, Szucsánszki. Ebben a pillanatban jön vissza egy játékos, szabad dobást kap Vérten, visszaérkezett Kovacsics. És még mindig másfél percig ember hátrány van a Ferencváros. Innen gól dobni óriási dolog lenne. Tomori, Szucsánszki megpróbál bátran bemenni két ember közé, kiharcol egy újabb szabad dobást. Pena. Szucsánszki, Tomori talpról megint ott a kipattanó. Lunde nagyot védett a kapufa segítségével. Korsós. Hornyák. És Szeny eladja a labdát. Knedlikovát próbálta megjátszani. Ezek a pontatlanságok sokba kerülhetnek. Hát a Fradi egész jól megúszta ezt a 2-es ember hátrányos szituációt, de 2 gól volt a hátrány, most 3. Tomori, nekik nem sürgős, több okból sem. Pena, Tomori, Pena, ellövi, és hogyha oda nem lépnek ki rá, 8 méterre, akkor ő onnan be fogja dobni. Egymásra nézett a két győri játékos, Kovacsics, illetve Hornyák. Egyiküknek sem akarodzott odalépni. Ember hátrányból dobott gólt megint a Ferencváros, és ezek borzasztó fontos momentumai lehetnek a mérkőzésnek. Belemenés. Nincs induló ember. Ketten is földön Szamoránszki és Tomori. Kovacsics pedig megy vissza. De mennek a másodpercek, és az jó a Fradinak. Az a 9 dobott gól, az borzalmasan kevés. Jó, lehet ez még több, de az első meccsen is csak 12-t dobott a Győr az első fél időben. Pena.
Mekkora gól dob megint. Hát ha nem léptek oda, akkor ő ezeket bevágja ma. Gondterheltek a győri szurkolók. 5 gól megint a különbség. Úgy, hogy 2-es emberelőnyben játszott a Győr több mint másfél percig. És nem, hogy nem tudtak közelebb jönni, hanem megint 5 a különbség az elmúlt 5 percben. Hát valami nagyon nem működik a győrieknél. Messze nem az a lehengerlő és bivajerős csapat, aminek megszokhattuk az elmúlt években. Persze tudom, 1001 oka van, a sok sérülés, a szülések. 2 perces kiállítás megint, Cifra Anita megy le. Újabb emberelőny a győrieknél. Vajon ezzel a lehetőséggel tudnak-e élni? Kovacsics, Hornyák. Szép gól. Kovacsics Anikó. Szucsánszki. Közben Tomás Elit a Fradi kapujában újra kötötte a cipőfűzőjét. Időt kér Elek Gábor. 14-10-nél amolyan nyugtató időkérés lesz ez szerintem elsősorban, hiszen az elmúlt perceket nagyon jól túlélte a Ferencváros. Középre a torsost. Zsuzsi, jöjjön át jobb átlövőbe, és a Hornyákra próbáljunk meg rácselezni, jó? Próbáljunk meg egy bal ki, jó? Gyere jó hátra, és a Zsuzsinak lőjük ide jobb átlövőbe a labdát, Hornyák lesz itt bal kettőbe. Ha a Hornyákot átveszik a másik oldalra, akkor a Zsuzsi vonadjon vele szembe, hát a Hornyákot keressük meg, jó? Most az ember hátránynál. Járos meg egy picit, menjen az idő, jó? És utána lépjük meg, jó? Védekezésbe! Jó, ezt csak lekajárjuk a szemnek a lövölcsel, oké? Okay? Jó lesz. Gyere, tehát támadásban Hornyákra játszanak, ember hátrányban, védekezésben pedig a szennyféle lövőcselt ne kajálják meg. 5 perc van hátra az első fél időből. Katrina Lunde a képem. Szucsánszki. Bena kapja fel a labdát, Vérten. Szucsánszki, ott a tiszta dobó helyzet, és Lunde védett egyet. De szabálytalankodtak a levegőben. Korsós volt az egyébként Szucsánszkival szemben. És 2 perces kiállítás most a győrieknél. Ez most nagyon-nagyon jókor jött a Ferencvárosnak, hiszen ők ember hátrányban játszottak. És lehet tovább növelni a góljaiknak a számát. Megint 5 lehet majd a különbség, ha Pena a 7 méteres bedobja. Ugye láthatjuk, mind a két csapatnál van kiállítás. Nézzük Penát. Bedobja. Megint 5 a különbség. És ugye hamarabb fog leketyegni a Fradinak az ember hátránya, és ez azt jelenti, hogy körülbelül 40 másodpercet majd ők fognak emberelőnyben játszani, hogyha kiegészülnek. Most azonos létszámban fönt a csapatok. Hornyák, Kovacsics. Szucsánszki majdnem megszerezte a labdát. Aguilar még mellé dobja, és nincsen szabálytalanság, viszont nincsen gyors indítás sem, ez kár volt, le is szúrja Elek Gábor az indító játékos, most ezt miért kellett, kockázatos volt, és el is vesztették a labdát.
Még 10 másodperc és kiegészül a Ferencváros. Kovacsics, szabad dobás. Szamoránszki a képem. Cifra közben visszajött védekezésbe, ugye ő volt, akit kiállítottak. Egészen pontosan 37 másodperc még. Ennek nagy része nyilván itt a Ferencváros kapuja előtt fog letelni. Egy szép védés. Jól védekezett most Kovacsics Mónika, meg kell őt dicsérni. Van még néhány másodperc emberelőnyben a Ferencvárosnak. Tomori, Szucsánszki, egy óriási lökés, Szamoránszki lent a földön. Áll az óra. Érkezik Pena, és nem sokára Szeny jöhet vissza. Vissza is jön Szeny, kiegészülnek a győriek. Pena, Szucsánszki, fönn a játékvezető keze, Tomori közelebb viszi, és a lábára pattant a labda, de azért, mert odaütnek a kezére. Máskülönben nyilván Tomori végigvitte volna az akciót. Jöhet már a Győr. 2 perc van hátra az első fél időből. Lépéshibát reklamálnak a Fradi kispadjánál. Igen, meglepődött egyébként Aguilar, hogy nem tudta kinek leadni a labdát, ezért bonyolódhatott ebbe bele. Szóval meglepően rosszul játszik a Győr. Az első fél időben 10 gólig jutnak hazai pályán. Ez kevés egy bajnoki döntőben. De az elején a gyorsindításokkal nagyon jól operált a Ferencváros. Szucsánszki felszedi a labdát, de 2 perces kiállítás vért ennek. Azaz emberelőnyben fejezheti be az első félidőt a Győr, és még a második félidőben is így kezdhetnek. És nagy nehezen 2 gólra fölküzdötte magát a Győr, és 2-es emberelőny volt, és aztán nem tudták kihasználni, és 2 percen belül megint 5 lett a különbség. Szeny. Le a szélre, ez bent van. Knedlikova. Hát azt mondom, hogy még ez is belefér a Ferencvárosnak egyébként. Hiszen így is, ha 4-jel zárul mondjuk az első fél idő, bár még sok van hátra, azzal nem hiszem, hogy elégedetlenek lennének. Már csak azért sem, mert 4-jel vezettek az első meccsen is a szünetben. Ott 16-12 volt, még most is lehet annyi. Szucsánszki. Le a szélre, Kovacsics gól! Szépen megjáratták, és Szucsánszki Zitát hagyd dicsérjen meg, mert pontosan tudja, hogy rá most sokkal, de sokkal jobban figyelnek, és magára vállalta az osztó szerepét, mint egy jó pókerasztalnál, adja a zsugákat ki. És ebből remekül tud a szélen operálni a Ferencváros. A gyorsindításokból és a szélről sokkal több gólt lőttek szerintem, mint középről, de legalább annyit, és ez nagyon fontos. Kovacsics kifejezetten jól játszik jobb szélen. Szeny. Aguilar. Szeny, megnyílik előtte a fal, és dob egy bődületes kapufát. De azért, mert szabálytalankodtak vele szemben. És itt van vége az első félidőnek, egy időn túli 7-essel fog majd zárulni. 15-11. És ebből lehet 15-12. Anna Szeny tehát. És vele szemben Tomasevics, aki megfogja a büntetőt! Ez azt jelenti, hogy 15-11 tehát az első félidőben. Hát azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen meglepetés. De megnézzük, hogy a stúdióban mit szólnak hozzá. Innen folytatjuk nem sokára. Egyáltalán
valakitől, ez egyébként a Dunafer volt, 2004-ben, október 3-án kapott ki hazai környezetben a Győr, azóta valamennyi hazai bajnokiát megnyerte. És talán ez az a verhetetlenség mitosza, amelyben bíztak a győriek, hogy talán ettől megremeg majd mindig valakinek a keze a Ferencvárosnál, hát jelentem nem. Tehát a Ferencvárost ez nem érdekli, hanem ők itt vannak és megpróbálják megragadni a lehetőséget, és ehhez már csak 30 percet kell valahogy kibírniuk. 26 másodpercig még ember előnyben a győriek, ezt ne felejtsük el, de a Ferencváros kezdheti majd a második félidőt. Szucsánszki Zita, aki nem gólokkal tűnik most ki ezen a mérkőzésen, hanem nagyon okos passzokkal és azzal, hogy magára tudja vonni mindig a védők figyelmét. És ennek ellenére, hogy rá külön odafigyelnek, ez a Fradi ez így is szépen muzsikál, simán 4 góllal vezetnek. Hát akkor nézzük a második félidőt. Gondolom itt egy darabig elhúzzák majd, hogy ki tudjanak egészülni. Szarka Adrien most a bal szélen a Ferencvárosnál, Szucsánszki elindul, azonnal megfogja őt Lőke a mezénél fogva. És kiegészül a Ferencváros, Szamoránszki visszajön, úgyhogy innentől kezdve megint egyenlő erők küzdelme. Tomori, Pena. Lassan passzív lesz, el kell majd lőni. Lunde véd egyet, eléggé éles szögből engedte el ezt Pena. Nincs gól tehát a második fél időben, legalábbis a ferencvárosiak első támadásából nincsen. Szeny. Kovacsics. Szép bejátszás. Heidi Lőke dob gólt. De nagyon fontos lehet, hogy a második fél időnek az első 5 perc az kinek sikerül jobban. Sikerül-e esetleg a Győrnek egy villámrajtot venni és lefaragni a hátrányt, vagy pedig marad ez a 3-4 gólos különbség, netán a Fradi kezd majd jobban ezután a perc után, mert az alapvetően meghatározhatja az egész második félidő kimenetelét egyébként, hogy most itt mi lesz. Ha esetleg a következő percekben a Fradinak bejönnek a dobásai, az elkedvetlenítheti a Győrt. Tomori. Szucsánszki, visszateszik neki a labdát, Szucsánszki egy az egybe, Pena fölé lőtte. Megy a gyorsindítás, Lőke, és Tomášević hatalmasat védett. Talán kár volt elkapkodni a Győrnek ezt a gyorsindítást, mindegy. Ugye Pena érezte, hogy jön a labda, megpróbált ott kaszálni egyet a kezével, ezzel együtt ezt Lőkének be kellett volna egyébként dobnia, úgyhogy följegyezhetünk egy újabb Tomášević bravúrt. Eladja a Ferencváros a labdát, Tomori volt az, megpróbálta Penának odapasszolni, neki ott volt egy ember. Kicsit beragadta Fradi a második fél időnél, úgy érzem. Kapott egy pofont Hornyák. Szarkától. Hornyák leül. Jön helyette a pályára Aguilar a győrieknél. Kovacsics, Aguilar. Elek Gábor mutatja Penának, hogy jöjjön már le. Cifra jön vissza a pályára közben. Megvolt a törlés, innen folytatódhat a játék. Szeny, Kovacsics. Korsós megint lent a bal oldalon. Aguilar egy testcsellel beviszi, de Tomášević ezt is kivédi, igaz, visszapattan a győriekhez a labda. Kovacsics. Nedlikova. Szucsánszki is és Lőke is a földre került bent. Szeny, közelebb viszi, Tomášević megfogja, belesípolnak a bírók. Kovacsics, Lőke, és lökött. Lőke lökött, mielőtt befordult volna, ráfújták a faltot.
jöhet a Ferencváros. Igen, ott fogta Tomorinak a mezét, lehetett látni. A Ferencváros még nem dobott gólt 4 perc alatt a második fél időben. Aguilar tovább teszik, és ott van. Mire kimondom, már Szarka Adrien bedobja. Úgyhogy megint 4 a különbség. Hornyák megint leül, és jön vissza megint Aguilar. Cserélnek a győriek, ezért kell várni. Kovacsics. Szeny bemozdul, ezt ő bedobja, ott megállítani nem lehet, sőt, Cifrát 2 percre megint kiküldik. Hát ez a lehető legrosszabb volt a Ferencváros szempontjából. Ez a második kiállítás egyébként Cifrának. Ember előnyben megint a Győr tehát. És most jön a győri közönségtől a mindent bele. Pena, Szucsánszki. Lepasszolja, Szarka eldobja, de belülvédekezés volt. Kenedlikova, a szenvedő alany, nézzük csak. Igen. Ez azt jelenti, hogy akkor jön a 7 méteres, jön Pena. És ember hátrányból dobhat megint nagyon fontos gólt a Ferencváros. És nem győzöm hangsúlyozni ezeknek a fontosságát. Nem először fordulna elő, hogy ember hátrányból tud a Fradi gól dobni. És ezek mind-mind olyan apró momentumok, amelyekből összeállhat a nagy kép, a nagy mozaik. Pena és Lunde, bedobja Pena. Érezte Lunde, hogy merre kell mozdulni, de nem érte el a labdát. Másfél percig emberelőnyben még a győriek. Illene gól dobni emberelőnyből, hogyha itt még szeretnének egy szombati harmadik mérkőzést. Le a szérek, Nedlikova bevarázsolja a labdát. És még mindig majdnem egy percig ember hátrányban játszik a Ferencváros. Így aztán sokkal nyitottabb most a védekezés. Gyakorlatilag egy az egyben kijönnek néhány játékosra. Tomori. Szarka kéri el gyorsan a labdát. Szucsánszki. Tomori próbálja továbbvinni, lefogják mind a két kezét. Szucsánszki, belefújnak megint. Tomori lőheti el, és mellé megy. Egy győri játékos lent a földön közben. Heidi Lőke az, és maradhat a Fradinál a labda. Lőkének az arcába csapott valaki. Aha, oda a homlokára. Oda kapott egy ütés Lőke. Igen, hát ahogy Tomori eldobta a labdát a kezével, hozzáért Lőkéhez, ezt lehetett látni a lassításnál. A győri szurkolók szemszögéből, velük szembe pont a ferencvárosi szurkolók. Tomori át a kínaira, 7 méteres. És Knedlikova védekezett megint rosszul, Penával szemben, egyébként simán leért a lába Penának, de azért, mert lökték a levegőben, 7 méteres. És a Ferencváros dobhat. És akkor megint azt mondom, hogy ha ez bemegy, akkor 4 gól a különbség. Pena, és bemegy.
és hiába játszott emberelőnyben a Győr, semmire nem mentek vele. Tehát nem, hogy az egál játékban nem tudják pariban tartani a mérkőzést, hanem még emberelőnyből is szenved a Győr. Eltelt 7,5 perc a második félidőből, és gyakorlatilag, ha a második félidőt nézem, akkor 3-3 az állás. Kenedlikova bedobja. Egy pillanatra megakasztott a Szarka Adrien, aki kap egy 2 perces kiállítás még, mielőtt lemegy. Megint emberelőnyben a Győr. Ugye mondtam már az előbb, ez a lehető legrosszabb volt. Nekünk mindig azt tanították a kosárban, hogy hát vagy ne bántsam, vagy üssek oda úgy, hogy ne legyen belőle kosár. De így, hogy kosár is, ugye, tehát gól is, és még kiállítás is. Tomori, Vértem, Pena, Szucsánszki, ő teljesen inaktív ebből a szempontból, de Pena bedobja! Mert megint kilépnek előle, megint nem lépnek rá rendesen. Elmegy Szenny mellett, aki még úgy tessék, lássék, belelök egyet, aztán ennyi. Hagyja sorsára Penát, ő pedig köszöni szépen és bedobja. És csak jelz nem megint ember hátrányban dobott gólt a Ferencváros. Szabad dobás. Szamaránszki és Lőke akadtak össze. És ahogy telnek a másodpercek, az nyilván a Ferencváros malmára hajtja a vizet. És egyre idegesebb lehet tőle a Győr. Aguilar, Nedlikova, Tomášević véd. Ú, de nagyot esett szegény. Rálépett, azt hiszem a labdára, én is pont takarásból láttam, és hatalmasat zakózott, a derekára esett rá. Szucsánszki oda megy megnézni, hogy rendben van-e Tomášević, tudja folytatni. Minden esetre egy kimaradt győri lehetőség megint itt. Igen, lefelé megy a labda, aha, igen, rálépett a labdára, beakadt a talpa alá, és hát értelemszerűen hanyatt is esett Tomášević. Nedlikova képem. A Fradi szurkolótábora pedig énekel. Érthető az örömük. Íme itt vannak. Tomášević pedig talpon. Kemény fából faragták. Pena is ott van, érdeklődik a hogy léte felől. A nagyon nagyot esett szegény. Most is nagyon fáj, de most még be van melegedve. Ez holnap hogy fog fájni reggel, amikor majd föl kell az ágyból. Tomori. Tomori végigviszi az akciót. Lefaltolják. Vértem még visszatolja Tomorinak, ő beviszi, és ott a gól. Tomori is egész más arcát mutatja, mint az első mérkőzésen, és most, hogy nincsen Szucsánszki, így most Tomori is sokkal nagyobb szeletet vállal. 4 gólnál tart, ami még mindig nem az ő szintje, de hát még sok van hátra a meccsből. Ott hagyják Aguilárt, ezt ő köszöni szépen, és akkor be is dobja. Ez egy könnyen szerzett gól most a győrieknek. Aguilar pedig leül, és lehetett látni, fölnézett a kijelzőre, megnézte, kicsit elhúzta a szemöldökét. Pena, Tomori. Szucsánszki nem éri el. Szenny. Knedlikova. Végigviszi, bedobja.
Na lesz-e fordulópont? Három góra följön a Győr. Most egy picit szétesett a Fradi játéka. Szerintem csak a következő alkalomra vár Elek Gábor, hogyha valami nem sikerül, időt fog kérni. Pena. Szabad dobás. Szamaránszki a földön. Benne, aj, de szép! És mekkorát védett Lunde. Azért ez nagyon nagy játék volt. Ott van már az a kis zöld lap Elek Gábor kezében, hogy tudjon időt kérni, ha kell. Fornyák. Korsós, Kovacsics. Tomasevics véd. És ez egy nagyon-nagyon fontos védés volt most Tomasevics-től. Ha ez bement volna, akkor két góra följön a győri Audi Eto KC. Így marad a három, és lehet négy. Egyelőre tehát nincs is időkérés. Pena. Fradi pedig okosan játszik az idővel is. Tomori, gól. Az ötödik gólja Tomori Zsuzsának. Aki azért csak bebizonyítja, hogy érdemes volt őt leigazolni. 8-5 javult a százalékos mutatója is, és nem, hogy Elek Gábor kér időt, hanem Ambros Mártin az, aki úgy dönt, hogy ez nem lesz így jó, megint 4 a különbség. Ugye 6-6 a második fél időben az állás egyelőre. Hát több tűz van Ambros Mártinban, mint a játékosokban a kép alapján. Jó, figyelj ide! Védekezésbe! Még mindig egy kicsit közel engedjük őket. Már nem halljuk, hogy mit mond, legalábbis én nem hallom, hogy mit mond Ambros Mártin, de a szívét és a címert mutatja, és üvölt a lányokkal, hogy nincsen bennük tűz. Hát ő akarja legjobban ezt a győzelmet, és nem pedig azok, akik bent vannak a pályán. Azért ez sokat mondó volt így is, hogy nem hallottuk, hogy mit mond. Megpróbálta valahogy Ambros Mártin föltüzelni őket, de hát nincsen egyszerű dolga. És a 13. percbe léptünk. Még mondja magáit Ambros Mártin a kispadon is a mellette ülő Hornyáknak. Most már aztán a meccsel foglalkozik. Egy szép labdaszerzés, csak rálépett a vonalra Kovacsics Mónika. És hiába mutatja neki Tomasevics, ment a bírónak, hogy ez nem így volt, nyilván nem fogja visszavonni az ítéletét. Ezzel újabb lehetőséget kap a Győr a zárkózásra. Szucsánszki majdnem megszerezte a labdát, Knédlikova, Lőke, Aguilar, Knédlikova eldurrantja a hosszúra, és egyszerre emelkedett a keze a magasba Vértennek és Tomorinak. Muszáj lenne kivédekezni a Győrnek ezt a ferencvárosi támadást. Ha itt most gólt kapnak, akkor lehet, hogy megroppan a Győr, mert akkor megint 5 lesz a különbség. Tomori. Benával játszanak össze. Tomori elindul befelé, megállítják. Hornyák. Pena. Tomori fölé dobja. Hornyák. Szeny. Lőke bedobja. És hogy nem lesz közte 5, hanem 3. Heidi Lőkének ez a harmadik gólja, 4 kísérletből.
látott egy szabálytalanságot a játékvezető. Ben a kezében a labda, Vérten, elfut keresztbe. Szucsánszki, Tomori. Ellökik. Letette azért Kovacsicnak. Most már fönn a játékvezető keze. Tomori lövi el, ott a kipattanó Lunde megint védett egyet, és eladják a labdát, Vérten vissza tudja szerezni. Pena, és megint Lunde védett. Játszhatott volna most taktikusabban is a Ferencváros egyébként. Így viszont támad a Győr. Knedlikova, Hornyák. Kovacsics. Eltelt a második félidő fele, jelentem. Szenny lejön, Aguilar jön a pályára a helyén. Itt van. Ő irányít most, Aguilar, Hornyák, Knedlikova. Lépést reklamálnak a Fradi kispadjánál. De a Győrnek túl hosszan nem lehet építgetni a támadásokat, és ez is megbosszulhatja majd magát. Oldalháló, de 7 méteres. Kovacsics mutatja, hogy ő már pedig nem ért senkihez hozzá. Korsós minden esetre a földre került, de hát azért meglökte a derekát. A csípőjénél lehetett látni. És akkor a büntetővel, a 7 méteressel Lőke következik. Vele szemben Tomasevics, bedobja Lőke. Lehet, hogy hatott Ambrose Martinnak a kirohanása itt az időkérésnél. Mint hogyha valami átragadt volna Lőkére is. Ebből a szenvedélyből, ebből a tűzből. De továbbra is azt mondom, hogy ha most a Fradi dob egy gólt, akkor olyan nagy baj nincsen az ő szemszögükből nézve, de nem dob. Szucsánszkinak megtámasztják ugyan a könyökét, de nem fújnak a bírók. És egy gólra följöhet a Győr. Ez fordulópont lehet. Szeny, Hornyák. Bedobja. 21-20. És időt is kér Elek Gábor. Aki még egy kicsit a játékvezetővel veszekszik, amiért kap egy sárga lapot ebben a pillanatban. Gyere ide! Szinte elvétel a passzív játék! És elkezdte égetni a kezünket a labda! Cici, átolóz teljesen, és folyamatosan keresztbe kell cselezni! Kicsit nyitottabban már, nagyobb lendülete! Utáljuk a kettes! Zsuzsinak! Jó kettes fogás, senki oda, abból jöjjön! De menj át a jobb átlagó oldalára, erre bírkozni, nem lesz jó! Jó? Semmi baj nincsen! Indítsd el a mozgásokat újra! Gyerünk! Getárom! Próbáltam megnyugtatni a játékosokat, Elek Gábor. Ő szemszögében nézve teljesen igaza van. 5 gólról egyre följön a Győr. És ugye a nagy kérdés, hogy most hogyan tovább? Sikerül-e a Fradinak fölállnia és dobni egy gólt? Vagy nem? Ez egy nagyon fontos kérdés, egy nagyon fontos szakaszához érkeztünk a mérkőzésnek. Szucsánszki. Tomorira kell majd a kettest kijátszani, hallhattuk. Bena. Szucsánszki beviszi, bedobja. Nagyon fontos, nagyon jó gól dobott Szucsánszki. Mármint, hogy nagyon jókor jövő gólt. Hornyák. Kovacsicstól kapja vissza a labdát, Aguilar. Aguilar.
sárga lapot adnak a Ferencváros játékosának. Tomori ma egyébként simán belement Aguilar, de nem is ő kapta a sárga lapot, hanem Mészáros Rea és a kétperces kiállítást is. És így aztán jöhet a 7 méteres, jön be Szikora Melinda. Ugye ez volt az a szituáció, mint a vízilabdánál, azt fújja, amit akar. Ezt fújhatta volna simán belemenésnek is a bíró. Lőke, és Szikora, és Lőke bedobja. Jön vissza Tomás Edics a kapuba egyébként, csak a 7 méteresre jött be Szikora Melinda. Vérten, Pena. De ne felejtsük el, hogy a vezetés, az előny még mindig a Ferencvárosnál, igaz, megint ember hátrányban játszanak. Vérten ellöknek egy hatalmasat, a játékvezetők le se fújták. Pena! Ha jól láttam, még a kapufa is hozzáért. Szucsánszki, Pena. Lesz-e vajon valaki, aki a hátára veszi ezekben a pillanatokban a Fradit? Mutatja a bíró, hogy honnan kell elvégezni a szabaddobást. Tomori, Szucsánszki ellövi messziről, Lunde beleért. Ez nem volt dobó helyzet egyébként, hozzáteszem. Tehát nem neki kellett volna onnan olyan messziről eldobnia, de hát már el kellett lőni a labdát. Hát kérem szépen, egyenlítési lehetőség előtt a Győr. Hát ilyen az elején volt utoljára, hogy egál volt. Mert hogy végigvezetett a Fradi a meccsen. Hornyák eladja a labdát, nem lesz egál legalábbis egyelőre, biztosan nem. És újra két gólos ferencvárosi előnyre fordulhat a meccs szituáció. Úgyhogy gyakorlatilag 10 perc van hátra a mérkőzésből. És kiegészül a Fradi. Jön vissza Szamoránszki beállóba. Pena. Szucsánszki próbál lefordulni. A mezénél fogva rántják vissza, szabad dobást kap. Pena. Ő megveri a védőjét egy az egybe, és egy nagyon fontos gólt lő Nere a Pena. A ferencvárosi szurkolótábor ölül. Igen, ugye ezt már mondta Elek Gábor az első fél időben is, hogy Hornyákra tessék kijátszani ezeket a helyzeteket egy az egyben, és látható, hogy Hornyák ebben verhető is. Ha nincs, aki besegítsen, akkor őt megverik. Aguilar, Kovacsics tovább, Hornyák inkább kifordult. Le a szélre, Korsós, és megfogja Tomasevics! Marad a 23-21. Hát mennyi fordulat van még ebben a mérkőzésben? Hát nem, hogy egál nincsen, hanem hogyha ez bedobja a Ferencváros, akkor 3 lehet megint a különbség. 9 perccel a vége előtt. Tomori, Szamoránszki elesik, de azért, mert lerántja Szeny. Törölni kell. Igen, hát ketten két oldalról támasztották Szamoránszki piroskát. Aki ott volt abban a bizonyos 2007-es bajnok csapatban, amikor utoljára nyert a Fradi bajnoki címet. Mert hogy azóta zsinórban a Győr nyeri a finálékat. Pena megint egyedül. És megint 2 perces kiállítás, ezúttal Milanovic volt, aki lemaradt. 2 perces kiállítás és 7 méteres. Ha a Ferencváros most okosan játszik, akkor ezzel a 7 méteressel, ha bedobják, és az ember előnyben elmehetnek a végéig előnnyel. Szucsánszki érkezik, most nem pedig Pena, és visszajön Herra kapuba.
Szucsánszki oldalra pillantott, megnézte, hogy kijön Herr. Na akkor nézzük, hogy hova kell dobni. Szucsánszki, és megvan, Herr megfogja. Kimaradt Szucsánszki 7 méteresen. Jó csere volt Herr, egyébként ha nem ér hozzá, akkor is kifelé pattant volna a kapufáról a labda, vagy minimum vissza a pályára. Vajon ez a Herr bravúr, ez lendületet ad-e a Győrnek? Aguilar, de még mindig közte kettő van. Létfontosságú a Győrnek, hogy gólt dobjanak, de nem tudtak Tomaševićnek gólt dobni. Nem volt előkészítve egyébként ez a Kovacsics lövés, vagy ha elő is volt, úgy, ahogy Tomaševićnek nagy napja van. És ugyanúgy, mint az első meccsen, ahol jól védett, most még annál is jobban. És még ember előnyben a Fradi, igaz Lunde megint hatalmas bravúrral véd, úgyhogy fenn a lövéséből nincsen gól. A különbség tehát sem ide, sem oda nem nő, nem csökken, hanem csak a másodpercek mennek. 8 gólnál tart a Ferencváros a második félidőben, és 10-nél a Győr. Szeny, Aguilar. Szeny próbál bemenni, Szaboránszki fogta meg. Kovacsics. Aguilar, fenn majdnem elcsípte a labdát. Fönn a játékvezető keze, ezt el kéne lassan dobni, kapnak még egy szabad dobást. Lőke. Törölni kell, mutatja Szucsánszki. Az egyik kezével átkarolta, a másikkal pedig a labdát próbálta kisodorni Lőke kezéből Szucsánszki. Ki fogja elvállalni? Kovacsics vállalta el, és Tomaševićs megint védett egyet. Hát lehet, hogy ez dönt egyébként, ez az extra klasszis kapus teljesítmény ezen a második mérkőzésen. Nagyon-nagyon könnyen lehet, hogy ez fog dönteni. És nem másról, mint a bajnoki cím sorsáról. A Fradinak gólt kéne dobnia, hogy nyugodtabb lehessen. Pena, Tomori, nincs meg a rés a falban. Szucsánszki elindul befelé, tolják kifelé, Szucsánszki a földön, Szamoránszkit lefogják, és ott pattog a labda. A játékvezetők nem fújtak semmit, sem Szucsánszkival szembeni szabálytalanságnál, sem a végén. Szeny érkezik, bedobja, följön egy gólra a Győr, és 6 percnél is kevesebb van már csak hátra. Hát itt még elképesztő izgalmak lehetnek a végén. Szucsánszki. Tomori. A Fradinak az biztos, hogy rohannia nem kell, mert ők vezetnek. Pena. Tomori nem mozdult rá. Kezdődhet megint a támadás építés. Tomori! Nagyon nagy labda volt, amit kapott, és nem lépnek ki rá, akkor ő eldobja. Hát Ambros Martin a fejét fogta az újabb Tomori gól láttán. Ezek azok, amik egy simán kiküszöbölhető gólok. Egy kis odafigyelés, egy kis agresszivitás. Kovacsics, Aguilar. Szeny elmozgott, keresztbe a Ferencvárosi a labda, és nem fújnak a bírók. És Szucsánszki pontosan tudta, hogy nem kell rohanni. Nem kell indítani senkit. Játszani kell az idővel. És a Ferencváros ezt megtette. Hát Szucsánszkinak nagyon helyén van az esze ezekben a pillanatokban is. Tomori. A most góldob a Ferencváros 3 gólos előnnyel mehet bele a végjátékba, lerántás.
Megnézte a játékvezető akkurátusan, de nem kell törölni a pályát. Pena. Tomori. Szucsánszki nem tudja visszatenni, mert Tomorira kilépett Szeny. Szabad dobás. Pena. Le a szélre, Vérten. Szucsánszki próbál közelebb menni. Megint odaütnek a kezére. Tomori lövi el, mellé. De már fönn volt a játékvezetők keze, el kellett lőni. És Ambros Martin kér időt, tehát a győrieknél következik egy időkérés 3,5 perccel a vége előtt, 2 gólos ferencvárosi előnynél. Left, Hagi, Beto, middle. Okay, Maka there, 2 pivots. Two pivots, remember, if goal and they play fast, pressing here, not the ball, 3 meters, not 2 minutes. And the other two go to the pass line, okay? Girls, Anna, hey, this, and you pass, okay? And me, yes. You shoot, okay. Come on, believe in this, get it! Sokat nem hallottam, megmondom őszintén, az időkérésből, olyan hangosan szól a zene ilyenkor a Győri arénában, de mintha két beállós játékot játszaná majd most a Győr, erre kíváncsi vagyok. Megnézzük, mit tudnak kezdeni. Igen, lehozzák a kapusukat, Lundét, és most Hornyákon van ugye a megkülönböztető mez. Na nézzük. Igen, Lunde és Milanovic a két beálló most a győrieknél. Hornyák, Szeny. Jól védekezik a Ferencváros, és ott a gól. Eddig jól védekezett a Ferencváros. Bognár Bódi Bernadett góljával följön a Győr 1 gólra. Igen, tehát ezt találtak ki, akkor Ambros Martin lehozzák a kapust, plusz egy mezőnyjátékos két beállóval, és széthúzták a mezőnyt. Most azért góldobási kényszer a Ferencvároson. Pena, bedobja! De milyen könnyedén megint! És megint lejön Lunde, és megint egy mezőnyjátékossal több a győrieknél, és akkor ugyanúgy a két beállós játék megy tovább. Szeny. Aguilar. Hornyák. Nem jött jól kézre Aguilarnak a labda. Szeny. Aguilar megint fönnakad. Szeny eldobja Tomasevics véd, szabad dobás. Szamoránszki a felkarját fogja. De nagy ütközés volt. 2 perc van hátra a bajnoki döntő második mérkőzéséből, és egyelőre a Ferencváros áll nyerésre, és ez azt jelenti, hogy bajnokok lehetnek, de ebben a pillanatban Hornyák gólt lő. Úgyhogy ez alatt a 2 perc alatt még bármi lehet, bár továbbra is vezet a Ferencváros, amely megszakíthatja a Győr 7 éves királyságát. 1,5 perc van hátra a meccsből. Ha itt most góldob a Fradi, akkor szerintem bajnokok. Szucsánszki, odaütnek egyet a kezére. Hiába vetődött rá Bognár Bódi a labdára. Ha nem tudja góllal befejezni a Fradi ezt a támadást, ugye akkor láthatjuk, sok van még hátra, és egyenlíthet a Győr. Pena nem tudja tovább passzolni, mert lefogják a kezét. Törölni kell. 28-46-nál, 47-nél áll az óra. Vajon kivállalja el a Fradinál majd ezt a lövést? Szucsánszki. Pena. Tomori jön. Tomori elindul befelé, beteszi Szamoránszkinak, gól!
Kettő a különbség megint. Egy perc van hátra a bajnoki döntőből, és 26-24 a Ferencváros Rail Cargónak. És itt már nem lehet az idővel játszani, itt gólt kell dobnia a Győrnek. Ha nem dobnak gólt, a Ferencváros bajnok. Le a szélre. Tomasevics nem tudja megfogni, a lába között bemegy a labda, de már csak fél perc van hátra. És vezet a Ferencváros, nyilván kijön a Győr védekezni. Na nézzük! Lesz-e bajnok a Ferencváros? Másodpercek választják el a 12. bajnoki címtől a Fradit, és Elek Gábor időt kér, 20 másodperccel a vége előtt. Szóval 11 bajnoki érme van a Fradinak, és 11 a Győrnek. Két dolgot nem lehet csinálni. Technikai hibát, mert se eladottak, se belemenés, se lépés hiba, jó? És kapuralövés nincsen. Jó, segíts a másiknak! Kapuralövés nincsen, jó? És a falt az a többet ér bárminél. A falt többet ér bárminél. Semmi, nyugodj le, nyugodj meg, jó? És passzívnál fölöljük a picsába a lelátor, hogy ne tudjon gyorsan indítani, jó? Na, figyelj ide, 20 másodperc! 20 másodperc! Mindent hallottunk, kedves nézők, és mindent látunk. 20 másodperc van hátra, egyel megy a Fradi, nem kell gólt dobni, nem kell kapura dobni, a falt többet ér mindennél. Ezt mondta Elek Gábor. Nyilván, ha jól játszanak, jól passzolgatnak, elmegy az a 20 másodperc, és bajnok lehet a Ferencváros. Szucsánszki megint, gól! Belefújnak a bírók, 2 perces kiállítás. Igen, 2 perces kiállítás Heidi Lőke. Hát Szucsánszki nem azt csinálta, amit mondott Elek Gábor, hanem elindult a kapu felé, bár ha odaütnek neki, nyilván az is jó. 10 másodperc van hátra a meccsből. Szucsánszki és Tomori passzolgat, nem fognak dobni, mert nem kell. Le a szélre, Kovacsic, gól, és bajnok a Ferencváros! Megvan a 12. bajnoki címe a Fradinak. 18 és fél éve nyert legutóbb Győrben az FTC női kézilabda csapata. És az elmúlt 3 bajnoki döntőt mind elvesztették. És 2015-ben bajnok a Ferencváros. És azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen megérdemelten végigvezetve a mérkőzésen. Tehát aki azt mondja, hogy ezen a meccsen nem érdemel győzelmet a Fradi, akkor az nem erről a meccsről beszél. Végig vezettek, végig. És bár voltak jobb periódusai a Győrnek, amikor följöttek 2, illetve 1 gólra is, azon a bizonyos holdponton soha nem tudtak átkerülni. Abszolút megérdemelten nyert a Fradi. A Népligetben és Győrben is megverik a győri Etót. Egyelőre a Ferencváros játékosai örülnek, és Elek Gábor próbálják dobálni a levegőbe. Az nem egy egyszerű feladat, lányok, de azért a jelkép az megvan. Így is előkerülnek a pezsgős üvegek, Szikora Melinda locsolja szét